A kanadai magyarok között közismert dr. Rékai János és Rékai Kati neve. Dr. Rékai János orvosként kórházat alapított a bevándorlók számára a torontói Rékai Center. Rékai Kati ismert műsorvezető, kulturális kommentátor és gyermekkönyvszerző volt. Dr. Rékai János és Rékai Kati unokája, Sean, aki nyílt vízi úszó, augusztus 8-a és 15-e közötti héten 100 kilométeres úszást fog megtenni Torontóból a Budapest partnál levő 1956-os emlékműtől indulva a St. Catharines melletti Port Dalhousie-ba és vissza. A folyamatos úszás során Sean csak rövid étkezési szünetet tart, miközben a mély tóban és a Port Dalhousie fordulóponton tapossa a vizet. Miért úszik Sean? 5 évvel ezelőtt Sean elveszítette édesapját, a neves torontói büntető ügyvédet, Robert Nuttallt, egy legyengítő, neurodegeneratív betegség következtében, amely gyorsan haladt előre, és mindössze néhány rövid hónap alatt kioltotta Robert életét. Ezért Sean, keresve a módját annak, hogyan tisztelekhetne édesapja emléke előtt, és hogyan segíthetne másokon, kapcsolatba lépett a Torontói Egyetem TANC Neurodegeneratív Betegségek Kutatási Központjával, amely a világ vezető tudományos kutatóhelye a legyengítő agyi rendellenességek megelőzésében és kezelésében. Sean az úszás révén összegyűjtött összegeket teljes egészében felajánlja a TANC Center kutatóinak, akik a Lewy test demencia és a Creutzfeldt-Jakob kór, az Alzheimer kór, a Parkinson kór és egyéb nagyon súlyos betegségek gyógymódjának megtalálásán dolgoznak. Tévénk is aktív támogatója ennek a kísérletnek, és az esemény után tudósítjuk Önöket az eredményről. Az úszás pontos időpontját a TV Facebook oldalán fogják megtalálni.